A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 6-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban folytatjuk az Egyházmegyei Látogatóközpont előadásairól szóló sorozatunkat, visszatekintünk az 56-os forradalom történéseire, vendégül látunk egy családot, ellátogatunk egy kiállításra, köszöntjük a horvát nemzetiségi önkormányzatot, végül pedig egy villő koncerttel zárunk. Tartsanak velünk! Folytatódott az Egyházmegyei Múzeum zarándoklatokról szóló sorozata. Az Egyházmegyei Látogatóközpontban Pásztor Katalin előadását hallgathatták meg az érdeklődők az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszus történéseiről. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum a Látogatóközpontban 8 részes előadás sorozatot indított a tavaly elkészült Magyar Szentcsalád nyomában tematikus zarándokút történelmi hátterének feltárására, valamint művelődés történeti és kulturális értékeinek népszerűsítésére és megismertetésére. A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban állunk most, amely a tavalyi évben nyílt meg, és egy hosszú történelmi folyamatnak egy eredménye az, hogy ez az épület itt lehet Székesfehérváron. Úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz ezt a folyamatot megvizsgálni részleteibe is, és egy előadás sorozatot kezdtünk az idei évben, amelynek a 8. előadás fog ma itt a látogatóközpontban elhangzani. Pásztor Katalin fogja tartani ezt az előadást, és ebben az előadás sorozatban megvizsgáltuk a zarándoklatok fogalmát, azt, hogy miért indulnak egyáltalán útra azok az emberek, akik egy vallásos cél irányába mennek. Székesfehérvár a történelemben milyen szerepet játszott ebben, és most már ebbe a sorozatban a 20. század első felének egyik legnagyobb eseményét, a eukarisztikus kongresszust fogjuk megvizsgálni. Az előadás sorozat Pásztor Katalin zarándokok az 1938-as eukarisztikus világkongresszuson című előadásával folytatódott, amely az előkészületeket és a katolikus világban fontos találkozó történéseit összegezte. 1938-ban Budapest nyerte meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a szervezési jogát, és hát ez egy nagyon kiemelkedő esemény volt Budapest, illetve Magyarország katolikus, illetve hát nyilván életében is, és május 25-től május 29-ig tartott ez a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Rengeteg külföldi és magyar látogató, zarándok utazott fel Budapestre. Ez óriási kihívás elé állította a fővárost. Óriási szervezés volt ennek a rengeteg embernek az elszállásolása, utaztatása, étkeztetése, illetve hát nyilván a programoknak a megszervezése. Rengeteg programmal készült ekkor a város, próbálták minél színesebben, minél érdekesebben, mindenki által befogadható megtervezni a programokat, és nagyjából olyan 5-600 ezer ember érkezett Budapestre ebben a pár napban, úgyhogy már viszonylag korán, 2 évvel korábban megkezdték a szervezési munkálatokat, hogy mindennel ugye elkészüljenek majd májusra, amire ugye befutnak az arándokok. Milyen emlékek maradtak fent ebből az 1938-as eseményből, tehát az írásokon felül, esetleg képileg, tehát hogy mennyire volt színes az az anyag, amivel egyébként majd lehet az előadást is illusztrálni? Szerencsére ez egy nagyon jól dokumentált esemény volt, rengeteg forrás áll rendelkezésre, tehát aki ezt kutatja, az szerencsés helyzetben van. Nagyon sok fotóanyag maradt fönt ebből a korszakból, vagy erről az eseményről, illetve vannak levelezések, ugye itt különböző egyházi vezetőknek gondolok a levelezésére, városvezetésnek a levelezésére, ugye ez magyar és idegen nyelven is volt, mert hogy ugye a külföldi
külföldi vendégeket, külföldi zarándokokat is ugye meg kellett hívni, tehát egyfelől van egy itthoni magyar nyelvű levelezés, illetve van egy külföldi idegen nyelvű levelezés, illetve hát rengeteg prospektus szóróanyag is megmaradt a kongresszusról, tehát akár a kongresszusnak a programismertetője magyar nyelven, olasz, spanyol, német, francia nyelven például, plakátok megmaradtak, tehát nagyon-nagyon bőséges a forrásanyag. Mi az, ami ma is érzékelhető ebből a kongresszusból, tehát milyen mai hatása is van ennek? Hát igazándiból szerintem a 2021-es eukarisztikus kongresszust, hogy is mondjam, talán a szervezésénél valószínűleg a 38-as szervezéshez nyúltak vissza, tehát ahogy én figyelgettem így az eseményeket, meg a szervezést, hát gondolom, hogy alapul vették azt is, és hát a szerencsére vannak olyanok, akik akkor még mondjuk gyerekek voltak, nagyon kicsik, és még mindig élnek, és mondjuk tőlük ez egy óriási élmény hallgatni a személyes beszámolót, vannak még emlékeik erről, és miután lezajlott a kongresszus, utána még hónapokig különböző sajtóorgánumok cikkeztek a kongresszusról, az eseményekről, arról, hogy mennyire sokan voltak, hogy mennyire flottul ment minden, jól megszervezték ezt az egészet, tehát egészen sokáig még utólag is cikkeztek az eseményről. Magára az előadásra mennyi idő volt felkészülni, mennyire voltak adottak ezek az anyagok, mennyire lehetett hozzájuk férni? Hát viszonylag könnyű dolgom volt, mert az anyag egyik része az itt található a székesfehérvári püspöki levéltárban. Az anyag másik része, amit én felhasználtam, az pedig az esztergomi prímási levéltárban. Én egy másik téma kapcsán, ami kicsit kapcsolódik a kongresszushoz, jártam az esztergomi prímási levéltárban, és én akkor találkoztam az anyagnak az ottani részével, úgyhogy igazándiból kettő helyről kellett összegyűjtögetni a forrásokat. Februárban találtuk ki Smohai András igazgatóról, illetve Ribi Andrással az előadássorozatnak a tematikáját, és akkor határoztuk meg ezt a programot, úgyhogy igazándiból elegendő idő volt felkészülni. Az előadás sorozat novemberben Mózesi Gergely előadásával zárul, amelyben a 20. század második felének vészterhes időszakában meghirdetett zarándoklatok kerülnek fókuszba, majd a terveknek megfelelően várhatóan valamennyi előadás megjelenik egy kötetben is. Hazaszállnak a Füstkarikák címmel egy fiatalember levelei adják az alapját annak az esnek, amely az 1956-ban hazáját elhagyó Sáfár Lajos történetével ismerteti meg a közönséget. A Nemzeti Gyásznap előestéjén a Dériné program keretében csütörtökön egy különleges hangulatú reményről, honvágyról, újrakezdésről szóló estre invitálta a közönséget az Öreghegyi Közösségi Ház. A Hazaszállnak a Füstkarikák című műsorban egy 1956-ban kivándorolt fiatalember leveleinek részletei adják az alapot, amelyeket Sáfár Mónika színművész édesapja, 18 éves fiatalember a szüleihez írt a 4 év alatt, amíg Franciaországban tartózkodott. Apukám sose rejtette véka alá, hogy, illetve hát ez nyílt titok volt, ha így mondhatom a családban, hogy ő 4 évig Franciaországban élt, 56-ban ment ki, és az amnestiával hazatért, bármit is tartogatott számára a politikai rendszer, és bizony tartogatott, mert a gimnáziumi érettségét még letehette, de aztán felsőfokú tanulmányokról nem is álmodhatott. Ez a kor, ez az ünnep tulajdonképpen már nagyon sok oldalról megközelítést nyert, de ennyire személyesen, hogy leveleken keresztül, mert édesapám leveleit a nagyszüleim megőrizték, minden levél megvan, és tulajdonképpen kronológiában haladunk, és úgy olvassuk fel a leveleket, amik igazából ilyen irodalmi értékű, tehát mi nem vettünk el belőle, és nem raktunk hozzá, tehát apukám 18-20 évesen így írt. Megvallom őszintén, titokban belülről én is hasonló álláspontban voltam az itt maradást és az eltávozást illetőleg. Az összeállítás bemutatja az országát 56-ban elhagyó fiatalembert, Sáfár Lajost, aki egy új, lehetőségekkel teli világba érkezik. Az első levelek a reményről, a nyelvtanulásról, a kedves franciák együttérzéséről szólnak, de hamarosan kiderül, hogy nem egyszerű a beilleszkedés, majd megjelenik a honvágy is, amely az évek alatt olyan folytogatóvá válik,
hogy bár sejteni lehet, hogy mit engedélyez majd az akkori politikai rendszer, a fiatalember mégis hazatér. Annyira hétköznapi nyelven, és először a boldogságot, hogy milyen fantasztikus nyugaton, hogy mennyire lehet mindent kapni, hogy milyen kedvesek a franciák, hogy befogadják őket. Majd aztán, ahogy teltek múltak az évek, egyre inkább úrrá lett rajta a honvágy, és nagyon szeretett volna hazajönni, és tulajdonképpen ez a honvágy volt az, ami hazakergette őt, és még a félelemnél is nagyobb érzés volt. Úgyhogy ez egy üzenet tulajdonképpen mindenkinek, aki mondjuk véglegesen el akar távozni onnan, ahol él, ahol a gyökerei vannak, hogy meg kell találnunk azon a helyen, ahol születtünk a boldogságunkat, mert ha honvágyjal kell együtt élni, ha már valaki érzett ilyet, az bizony borzasztó őrlő lehet a léleknek. Az est missziója megértetni a mával, hogy a nagy utazás bármennyire is nem kényszer szülte, hanem eltervezett, csak akkor érheti el a vágyott célt, ha leszámol az érzelmekkel, a kísértő otthon árnyaival, különben otthon nélküli, gyökértelen marad mindenütt a világban. Muszáj, hogy ezt egy másik generáció is megértse, és elkezdje feldolgozni, mert hát először is nagyon sokan keverik össze 1956-ot 1848-al, hogy más ne is mondjak, tehát forradalom. Úgyhogy a személyes élmény az mindig sokkal jobban közelebb hoz bennünket ahhoz, hogy egy kicsit azonosulni tudjunk ezzel a történettel. Úgyhogy igazából ennek a műsornak ez a célja. És hát természetesen ide vonatkozó gyönyörű szép magyar verseket, Radnóti, Vörös Marti verseket és Vas Albert részleteket, Márai Sándor részleteket hallunk, és természetesen a legvégén egy nagyon szép mai kortárs verset is. A lelke csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikolt, és az emlékezés keresztfájra téged feszít a honvágy és a bánat. Az est szereplői Sáfár Monika mellett Tóth Sándor, Jerger Balázs és Sánta László színművészek, zongorán kísér Kéménci Antal és Neumark Zoltán. Az Ocsanás család volt a közéleti és kulturális szalon vendége, a Zsolt utcában Bakonyi István moderálta az újraindult rendezvénysorozat találkozóját. Folytatódott a Zsolt utcai közösségi házban a Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület és a Krisztus Király plébánia által közösen szervezett népszerű portrébeszélgetés sorozat a közéleti és kulturális szalon. Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész vendége ezúttal a gárdonyi Ocsanás család volt. Az édesanyja, Ocsanás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatójaként a Velencei tó környékének megbecsült szakembere, akinek nevéhez meg annyi fajsúlyos kulturális program megvalósítása kötődik. Izgalommal készültünk minden esetre, hiszen olyan helyeken dolgozunk, vagy legalábbis én, hogy soha nem magamról beszéltem, hanem kultúra közvetítés területéről érkeztem. Itt van velünk a fiunk, itt van velünk a férjem, akinek jelent meg már kötete, illetve a fiunk pedig az ELTE BTK, illetve filmesztétika szakos hallgatójaként filmet is készített már, illetve novellákkal, novellaírással foglalkozik, és jelentős orgánumok fogadták már az írásait, úgyhogy Istvánnal a Csúri Társaság ban, illetve kulturális programok együttműködésén keresztül találkoztunk, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nem tudom, a családunk mennyire rendhagyó, és mennyien vannak még így, akik talán minden négy tagú család vagyunk, van még egy lányunk is, aki az elméleti irodalommal foglalkozik, angol irodalmat kutat, hogy talán erről fogunk most beszélni. Hát a mindennapjaink azok művészetközeliek ilyen értelemben, hogy mindenkit érdekel valami, és valami téma mindenkit foglalkoztat, és talán segítjük egymást, vagy talán jó támaszai vagyunk egymásnak. Az édesapa geofizikus, aki a közelmúltban egy regénnyel indította el irodalmár pályafutását, amit a közeljövőben a Láncösszegfű Alapítvány ösztöndíjának is köszönhetően egy újabb kötet követ. Alapvetően nem ez a fő
területem. Hát nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el, fogtam bele egy regényírásba, és ezen keresztül sikerült megismerni a fehérvári kulturális életet, a főszereplőket. Igazándiból ez egy nagyon jó kérdés, hogy most irodalmár vagy más megjelöléssel lehet ezt a tevékenységet illetni. Hát én alapvetően geofizikusként végeztem, tehát egészen más területről, illetve hát a mindennapokban a munkavégzésem is ilyen területhez köt. Ez, hát nem hobbinak nevezném ezt, hanem egyfajta igény volt az elmúlt időszakban, hogy valamilyen szinten nyissak más irányokba is. És ennek lett az eredménye az első könyvem, ami 2019-ben jelent meg, és azóta pedig kaptam egy ösztöndíjat a Láncos Szegfű alapítványtól a következő kötet megjelenéséhez. A család ifjú gyermeke Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán irodalom és filmszakos egyetemi hallgatóként keresi útját. A fiatal novellistának már jelentek meg írásai, de még igazából az útkeresés időszakát éli. A családunkban meghatározó elem az irodalom, úgyhogy én is ezzel szeretnék majd foglalkozni. Ugye jelenleg most irodalmat és filmet tanulok az ELTE BTK-n, és szeretnék majd ilyen körökben dolgozni. Hasonlóan, mint például az apukám, engem is érdekel az írás. Jelenleg novellákat írok, pár megjelenésem van, remélem ez a szám majd növekedni fog, és a filmművészet iránt is érdeklődök. Pár forgatáson már volt szerencsém részt venni, hát a kamera mögött jobban érzem magam. A bensőséges hangulatú diskurzus megerősítést adott a hallgatóságnak, az Ocsenás családban nagyon jó helyen vannak a kultúra értékei. Új képzőművészeti kiállítással gazdagodott városunk a Szent István Művelődési Házban megnyílt Mitrovicsné Dvorszky Eszter textilművész tárlata. A Szent István Művelődési Ház adott otthont Mitrovicsné Dvorszky Eszter textilművész kiállításának, amely a 150. Zsoltár gondolatával invitálja meg a látogatót, dicsérjétek az urat, dobbal és tánccal. Tűvel és fonállal teszi hozzá az alkotó. A tárlatot a ház igazgatója, Jakubek Tiborné köszöntője után Bolla Júlia ajánlotta a kézműves alkotások barátainak. Úgy vagyok én jelen, nem mint művész, nem mint szakértő, hanem talán egy olyan ember, aki rokon lelket fedez fel az alkotóban. Hogy valaki, aki látja azt a világot, amit az alkotó megálmodik, vagy elénk ad, és az bennem visszhangot talál. Olyan emberként is állok itt, mint aki barátja a művésznek, és nagyon sokszor voltam jelen, amikor ezeket az inspirációkat kapta. Az én számomra három kulcsszó van ezekben a munkákban. Nem mint szakértő, hanem mint szemlélő, vagy mint élvezője ezeknek a munkáknak. Az első, hogy a művészet mindig, vagy nagyon sokszor megjeleníti azt, ami vagy furcsa, vagy tragédia, vagy kihívás. És az Eszter képeiben ezek megvannak, de pont a másik oldalról. Ő azt látja meg az én szememben, hogy milyen lehetne az a világ, amit ő megjelenít. Mi annak a küldetése? Milyen lenne az, amikor tökéletesen megvalósul, amikor kiteljesedik? Ugyanaz a művészetnek, csak a másik oldala. A következő, ami engem megérint, hogy tele van reménnyel a képe. A remény a mai világban nagyon-nagyon drága kincs. Olyan reménytelen majdnem mindenki. Pedig a remény az, ami inspirációt ad, ami célt tűz ki, ami erőt ad hozzá, ami viszi a tevékenységet, a lelket, a testet. És amikor belenézek ezekbe a képekbe, nekem arról szól, hogy remény van. Ilyen a világ, ez valóság. Csak eltakarja mindaz, ami a hétköznapokban rárakódik. Ilyen vagyok én, szinte egy tükörben nézek bele. Én hívő emberként azt mondom, hogy Isten az, aki így lát bennünket. És ez a másik, ami engem nagyon megragad. A technika mellett, ami egy nagyon alázatos technika, amennyire én értek hozzá, a textil művészetben van egy alázatosság. Talán nem is szoktuk úgy a művészetek közé sorolni elsőre.
de nagyon szolgálatkész, az embert szolgálja évszázadok óta. Most pedig új módon, megújulva ez a művészet, most újból szolgál bennünket, ahogy a mai embert kell. Talán erre a reményre, erre a mögélátásra hív meg. Mitrovicsné Dvorszky Eszter Török Bálintról érkezett, rajztanár, grafikus, versillusztrátor, tűzzománc készítő, ikonfestő, hímző és tűfestő. Meg annyi terület a képzőművészetből, amelyekben kipróbálta magát és maradandót alkotott. A Szent István Művelődési Házban bemutatott munkái olyan mélységeket és magasságokat mutatnak meg, amelyek ünneppé varázsolják a hétköznapokat is. Mindig is rajzoltam, mindig is szerettem rajzolni, és kerestem azt, hogy melyik az az anyag, amiben a legjobban meg tudom mutatni a gondolataimat. És sok mindennel próbálkoztam, tusrajzókkal, tűzzománccal, akvarellel, tojástemperával, és aztán a textil felé kezdtem húzni, vágyódni, mert annak a puhassága úgy éreztem, hogy úgy közel áll ahhoz, amit én szeretnék kifejezni. És hát szőni is, az is a terveim között volt, hogy megtanuljak szőni, és aztán mégis a hímzésnél maradtam. Beszéljünk a tartalomról, hiszen az korán sem mindegy. Hát a tartalmakat, azokat a szívemből próbálom válogatni, meg a fejemből. Tehát ami nekem fontos, ami nekem sokat jelent, azt szoktam megcsinálni, és általában mindig valamilyen konkrét élményhez kötődnek a képeim, ami engem megérintett, megfogott, akár gondolatilag, akár látványként. Úgyhogy nagyon sokszor szerepel a képeimben a természet, természeti tájvirágok, madarak, és persze a hitem, az mindenképpen megjelenik, remélem. Az alkotónál egyként megjelenik a természethez való kapcsolódás, a mindennapok íve, a hit mindenek felettisége, köznapi létünk látványvilága, mindaz, ami nyugalmat ad, ami kizmozdíthatja az embert a felgyorsult világ okozta sokból. Húsz éve alakult meg a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, az ünnepen a Vujicsics együttes koncertjével köszöntötték az évfordulót. Vasárnap este a Szent István Művelődési Házban köszöntötték a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának 20. évfordulóját. A jeles alkalommal a közösség tagjai, a délszláv zene magyarországi képviselői, a Kossuth Díjas Vujicsics együttes dallamaival ünnepelhettek. Államalapító Szent István királyunk Szent Imre herceghez írott intelmeiben már gyermekét, Szent Imre herceget is figyelmeztette arra, hogy az a gazdagság, amely itt a Kárpát-medencében van, az a soknyelvűség, az a hihetetlenül gazdag kultúra, azt teszi igazából Kárpát-medence kultúráját nagyon-nagyon magassá és egyetemessé. Ezt megőrizni elődeink nagyon-nagyon törekedtek, hiszen nagyon fontos volt megőrizni a nyelvet, a nyelvhez tartozó dalokat, táncokat és egyéb másfajta kultúrákat. Ugyanezt a folyamatot őrzik meg ma a különböző nemzetiségi önkormányzatok, ezeken belül persze természetesen a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is ezt tartja elsőrendű feladatának. A különböző kulturális programjain keresztül, hogy tudja hirdetni a nyelvnek a fontosságát, a szépségét, a kultúráját, táncát, a zenéjét, hogy minél gazdagabban és minél sokoldalúbban megismerhesse a Székesfehérvár és a Székesfehérvár környéki közönség. A Vujicsics együttes a magyarországi délszláv nemzetiségek, elsősorban a szerb és a horvát népzenei hagyományokat tápoló zenekar, amely 1974-ben alakult. Az együttes névadója Vujicsics Tihamér zeneszerző, néprajzkutató, aki a zenekar egyik legfontosabb segítője volt, akinek halála után vették fel a nevét. Az együttes missziója töretlen, az anyaországon túl is megismertetni a sokszínű horvát népi kultúra gyöngyszemeit.
nagyon-nagyon köszönjük a meghívást, és ennek azért is szeretnék hangot adni, mert ugye mi Vučić Tihamér nevét viseljük, ő egy szerb zeneszerző, és mindig minden koncerttel elmondom, hogy ő amellett, hogy egy szerbapi család gyermeke, a hazai horvát népzenének is a legnagyobb gyűjtőjét tisztelhetjük benne. A baranyai horvát falvak sokaságát gyűjtötte föl, mindenhol nagy-nagy szeretettel fogadták, ezeket aztán lejegyezte a könyvében, közreadta, és tulajdonképpen ezt a könyvet forgatjuk nem csak mi, akik már 48 éve, hogy is mondjam, hát népszerűsítjük ezt a egyébként páratlan folklor kincset, amelyet a magyarországi horvát és szerb falvak megőriztek. Azt kell még hozzátegyem, hogy a testvérháborút követően nehéz volt együtt képviselni a horvát közösségek népművészetét és a szerb települések népművészetét, és ezért különösen szívmelengető volt ez a meghívás, hogy mi most ide a horvát önkormányzat meghívására érkeztünk. A repertoárunk nagy része egyébként horvát dallamokból áll, és valóban az a lehetőség, hogy ebben a gyönyörű teremben léphetünk föl, ahol több évtizede jártunk utoljára, emlékszünk az akusztikára, ez is csak emeli ennek az ünnepnek a fényét a mi számunkra is. Kiváló hangulatú esten a Szent István Terem teltháza ismét megerősítette, Székesfehérváron igény van a nemzetiségi folklór megismerésére. Folytatódott a történelem dalban elbeszélve programsorozat, a Szent István Művelődési Ház vendége a Villő énekegyüttes volt. A Villő énekegyüttes Dobák Katalin, Horváti Kata, Pap Ágnes, Szabó Ágnes és a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola népi énekes növendékei fellépésével folytatódott a történelem dalban elbeszélve programsorozat a Szent István Művelődési Házban. Az előadás Petőfi Sándor költészetéhez keresett utat a költő emlékévének küszöbén olyan közvetítő műfajokon keresztül, amelyek a népiesség korában virágoztak, és amelyek kultúráját a költő maga is jól ismerte. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, a fehérvári szervezők, elsősorban Baklár Anna ránk is gondolt, és részesei lehetünk ennek a gyönyörű sorozatnak. Hát tulajdonképpen az anyanyelv énekléssel együtt jár az, hogy nyitottak vagyunk a magyar irodalomra, és hát ez egy nagyon áldásos szakasz volt a népköltészetben, amikor gyönyörűen összefolyt a műköltészet és a népköltészet. Én nem gondolom, hogy ez korábban és ezt követően is másképp lett volna, de tulajdonképpen ezek az első olyan versek, vagy a leginkább ismerté vált versek, amikor tudjuk, hogy ott egy költő, és halljuk azokban a sorokban, hogy mennyire dúsan táplálkozott egymásból a népköltészet és a műköltészet. Az énekegyüttes azokat a költeményeket válogatta csokorba, amelyek népdalként, népies műdalként éltek és alakultak. Népdalénekesként megformált dalaik, alkotótársaikkal és a látóhatár szélesebbre nyitó segítőikkel, a népi énekhangra és a népi hangszerekre komponált művekkel hozták közelebb Petőfi korát.
pár évtizeddel ezelőtt az embereket. Nem véletlenül, hogy népdalok dalszövegei közé is becsúsztak ezek a gyönyörű versek. Talán pont itt azok a régi-régi szép táncházak voltak az első olyan alkalmak, amikor mi is rádöbbentünk arra, hogy ilyenek a Széki négyesnek a szövege, az egy Petőfi vers valójában, és utána jöttek sorban ezek a ráeszmélések, és tulajdonképpen az együttes munkáját is ez indította el. És aztán erre jöttek rá azok a nóták, népies műdalok, amik ugyancsak beleívódtak a magyar köztudatba, és az asztal mellett szívesen énekeljük őket, és egyéb zeneszerzőt is megihlettek ezek a versek, Fehér György Miklósnak a szerzeményeit is fogjuk ma énekelni, így aztán egy olyan műsort tudunk adni, ami nagyon közel áll hozzánk, de ki van bővítve több olyan feldolgozással, illetve szövegélménnyel, ami sokat ad a versekhez. A koncert a népzene elevenségét és mélységét ötvözve a népi liturgia élő és hiteles megfogalmazását tárta elénk. A fellépők, követve a hagyományok rendjét, közösségi használattal keresték és tették közkincsé Petőfi költészetének dallá vált formanyelvét. A dalok és a zene a versekkel fűszerezett esten tanúságtétel arról, hogyan épül belőlünk újjá, miként válik általunk elevenné egy az időtől és helytől független tartalom. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.